Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. Mai témánk gyógynövénytan. Tisztelettel köszöntöm a műsorban dr. Szarvasházi Judit gyógyszerészt, a Patika magazin főszerkesztőjét, és köszönöm, hogy elfogadta a műsor meghívását. Nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket! Hát egy nagyon nagy terjedelmű témát tűztünk ugye napirendre, erről beszélgettünk a műsor előtt is, amit a nézők nem látták és nem hallottak. De ettől még ez így van, ugye? Hát a római jogi tanulmányaimhoz kapcsolódó különböző írásművekben szerepel az, hogy a rómaiak időszámításunk előtt hát több ezer évvel már foglalkoztak a gyógynövények termesztésével gyógyászati célra. És egy másik írásműben olvastam, hogy az ókori kínaiak azok pedig a műtétekhez használtak gyógynövény főzeteket. Hát milyen gyógynövény kultúra alakult még ki ezen kívül? Nagyon sok szerte a világon. Tulajdonképpen a gyógynövények használata az egyidős az emberiséggel, mert hát az ősember patikája az őserdő volt. Tehát tapasztalat útján alakultak ki azok a dolgok, amelyeket most már tudunk tudományosan is igazolni, és a mai tudomány igazolja is a hatást, vagy igazolja azt, hogy nincs olyan hatása, amit a tapasztalatok mondtak volna. De nagyon-nagyon régen ezek az ősi kultúrák, ezek használták a gyógynövényeket. Tehát amikor kialakultak, általában a folyók mentén alakultak ki ezek az ősi emberi populációk, a törzsek, Kínában is a Sárga folyó, Jangce folyó torkolatánál, Mezopotámiában, az Eufrátesz és a Tigris közelében, Egyiptomban a Nílus mentén, mert ugye az élethez a víz kellett, tehát ezeken a helyeken kialakult az élet, itt indult meg, itt indult meg a növénytermesztés. Most az, hogy akkor még nem gyógynövényeknek hívták őket, az egy dolog, de felhasználták gyógyászati célra, illetve hát a tapasztalat útján megtudták, hogy melyik az a növény, amelyik jó, melyik az, amelyik még jobb, vagy mire tulajdonképpen mire tudják felhasználni. Mérgező növények is voltak természetesen, azokat is egy idő után már megismerték és megkülönböztették a rendes növényektől. Tehát ez ment szájról szájra, ez a tudás és ez a hagyomány, mindenki a szüleitől, a nagyszüleitől örökölte ezt a tudást régen, és utána már voltak az ókorban hivatalos orvosok, görög-római orvosok, akik ezeket összegyűjtötték, megírták, ugye az Ebers papiruszok, de ugyanilyenek voltak az agyaktáblák, a kőtáblák, a suméroknak a kőtáblái. Ezeken már ismerjük azokat a régi felfedezéseket, amiket használtak az ókorban. Hát hogyan lehet értelmezni, hogy mi a szerepe a gyógynövényeknek? Mondjuk ma induljunk el ebből. Aztán egy történet érdekességként visszatekinthetünk, hogy mi volt régen. Így van, igen, nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, hogy ma mi a szerepe a gyógynövényeknek, mi a jelentősége, mert nagyon hajlamosak vagyunk a két véglet közé esni. Tehát vagy elvetjük a gyógynövényeket, és nem akarunk róla tudomást venni, nem használjuk, vagy teljesen piedesztára emeljük, és azt mondjuk, hogy mindenek előtt is csak a gyógynövények. Na most egyik véglet se jó, mint ahogy általában a végletek nem megfelelőek. Valahol a középút mindig az a megfelelő, de igenis a megfelelő helyén kell kezelni a gyógynövényeket. Nagyon-nagyon sok pozitív hatása van a gyógynövényeknek, de természetesen nem lehet mindenre. Tehát amikor egy olyan betegsége van az embernek, vagy egy sebészeti műtétre van szükség, akkor, vagy egy vakbélgyulladás, akkor nem lehet azt már növényekkel kezelni. De még mondhatom azt is, hogy például a rákterápiában használnak gyógynövényeket. Abból készítenek infúziót, és az egy nagyon jó és hatásos terápia ezeknek a betegeknek. Úgyhogy az
ez a kulcsszó, hogy a megfelelő helyen kezeljük a gyógynövényeket. Vannak olyan területek, ahol nagyon jó. Például egy rossz emésztés, nem megfelelő táplálékfelszívódás, tehát ott a gyógynövényekhez nyugodtan nyúlhatunk, sőt, ott a gyógyszerek nagy száma is nagy többségében gyógynövényeket tartalmaz, vagy valamelyik kivonatát tartalmazza a gyógynövénynek, vagy gyógynövény összetevőket, vagy több gyógynövényt tartalmaznak. Tehát ezek az emésztésre ható szerek, ezek nagy mértékben gyógynövény alapúak. Akkor például a megfázás, köhögés, felső légúti problémák, ott is nagyon jók a gyógynövények, és ott is nagyon gyakran használjuk a gyógynövényeket. Általánosságban elmondható az, hogy a prevencióban, a megelőzésben nagyon fontos, hogy használjunk gyógynövényt, nem kell mindig rögtön mindjárt a kemikáliákhoz nyúlni, és nem kell rögtön gyógyszerhez nyúlni, hogyha van az adott terápiában egy megfelelő gyógynövény, vagy egy adott gyógynövényből elkészített gyógyhatású készítmény, vagy növényi gyógyszer, akkor inkább kezdjük azzal. És nem mindjárt a kémiai szerekkel, főleg egy gyerekgyógyászatban. Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy a megelőzésben milyen szerepe van a gyógynövényeknek, milyen szerepe lehet, és akkor így most ugye részben kaptunk rá választ, de kiegészíteném a kérdést azzal, hogy aki bízik a gyógynövényekben, az kitől érdeklődjön, hogy milyen készítmény alkalmas számára bizonyos betegség, vagy annak az előjelei kapcsán arra, hogy megelőzésként, tehát prevencióként használja. Hogy van ez a dolog? Na most, igen, itt volt elhangzott ez a mondat, hogy aki bízik a gyógynövényekben, nagyon fontos, mert nagyon fontos a bizalom, az nagyon fontos a hit, de ez nem csak a gyógynövényekre vonatkozik, hanem ez a gyógyszerekre is. Tehát én akkor fogok meggyógyulni, hogyha hiszek abban, és a gyógyszernél is nagyon-nagyon fontos, ezt már kimutatták különböző vizsgálatokkal, hogy rendkívül fontos az, hogy valaki higgyen benne. Ez az úgynevezett placebo hatás. Tehát van olyan, hogy nem kellene hatni a gyógyszernek, de mégis hat. Mert az illető annyira hisz benne, de ezt még akár fájdalomcsillapítóknál is megnézték, hogy ez a placebo hatás és ez a hit, ez mennyire erős kell, hogy legyen. Ez a fejben és dől el, ugye? Tessék? A fejben dől el. Hát a fejben dől el, igen. Tehát nagyon fontos a hit, de hát az egész egészségügyre ugye azt mondják, hogy az egy bizalmi szakma. A gyógyulás is, mert hát bíznom kell az orvosban, bíznom kell a gyógyszerészben, és hogy kivehez forduljak? A gyógyszerészhez mindenképpen fordulhatunk, mert a gyógyszerészek több évig tanulják a növénytant, a gyógynövényeket, a terápiát, a gyógynövényekkel való terápiát, fitoterápiát, tehát több évig tanulják az egyetemen, úgyhogy mindenképpen nagy bizalommal lehet fordulni a gyógyszerészekhez, és ők akkor kellő felvilágosítást adnak abban, hogy mikor. Tehát visszatérnék arra, hogy igen, prevencióban, tehát a megelőzésben nagyon nagy jó hatásfokúak a növények, illetve a betegség utáni lábadozásban akkor is nagyon jó, hogy még egy picit erősíteni. Ugye mindenki ismeri a ginzenget. Hogy az milyen, hát az ókori Kínának is az egyik legnagyobb gyógynövénye, de most is, tehát az évezredek óta tarol. Koreában is elterjedt egyébként. Így van. Úgyhogy az ilyen erősítő, roboráló, de még sok ilyen gyógynövény van, amit lehet használni egy betegség utáni lábadozásban, és a betegség előtt, megelőzésben, prevencióban. Tehát nagyon jó kiegészítője, egy komplementer, úgynevezett komplementer medicínaként használhatjuk, a gyógyszerek kiegészítőjeként tudjuk használni a gyógynövényeket, tehát azt semmiképp ne gondolja senki azt, hogy ezzel teljesen ki tudja küszöbölni a gyógyszerek használatát. Nagyon sokszor igen, mondom, a kezdeti állapotokban nagyon sokszor igen, bizonyos terápiákban igen, de azért mindenben nem.
Tehát ezt fontos szem előtt tartani, hogy a megfelelő helyen kezeljük a gyógynövényeket, és a megfelelő értékükön. Hát ugye itt nagyon hosszú időszakról beszélünk tulajdonképpen, abban a tekintetben, hogy hogyan tudott az emberi létnek a részévé válni az, hogy egyáltalán megkülönböztesse azt, hogy vannak gyógyító hatású növények, és vannak olyanok, amelyek nem ilyen tulajdonsággal rendelkeznek, sőt adott esetben mérgező is lehet. Mely időszak vélelmezhető, amikor már az emberiség úgy nagyjából tisztában volt azzal, hogy mely növényeknek van gyógyító hatása? Meg lehet ezt mondani? Tehát vannak erre esetleg kutatási adatok? Hát valamit most kutatunk, igen, és most tudjuk megmondani, tehát ez egy nagyon érdekes a kérdés. Van, amit már természetesen régebben, mert hát több ezer éves a gyógynövények felhasználása. Tulajdonképpen az ősember patikája az őserdő volt, kiment az őserdőbe, és akkor amit talált, azt kipróbálta, és a tapasztalat útján bizonyosodott meg. Na most ezeket a tapasztalatokat használja a mai tudomány, akár a kínai gyógyászatban, akár az indiai gyógyászatból ezeket a növényeket, vagy akár a perui őserdők gyógynövényeit. Mm. Tehát ott is az ősi indiánok használták évszázadokon, évezredeken keresztül, utána megmaradt a mostani lakosságra is rászállt ez a tudás, hogy azt a bizonyos növényt, azt mire használják, és ez a ma tudományának a feladata, hogy ezeket igazoljuk, hogy tényleg akkor rendelkezik-e az a növény azzal a hatással, amit az évezredes tapasztalatok mutatnak. Sokszor bebizonyosodik, sokszor nem tudják még bizonyítani, tehát ez növénye válogatja. Ugye a műsor előtt beszélgettünk már arról, hogy az orvoslásnak a története az mennyi időre vezethető vissza. Tehát egy ilyen megbetegedett ember vagy, akinek fájdalmai voltak, az abban az időszakban, tehát egy ókorban, vagy azt megelőzően, hogy kihez fordulhatott? Tehát hogy alakult ez ki, ez a gyógyítási folyamat abban az időszakban? Hát nyilván a fáraó vagy egy törzsfőnök az a saját orvosához fordult, de egy őslakos az ott a közösséghez, hogy mi a tapasztalat, hogy mit tudnak, tehát ez is nagyon vegyes lehet, de hát ha például Indiát nézzük, azért a 4000 éves ajurvéda szemlélet és gyógymód, azért ott már van 4000 éves tapasztalat, és ma is használják. Tehát ma a világon körülbelül 5 millió ajurvéda orvos dolgozik, hát főleg azon a területen, de azért már a világban máshol, más országban is. 5 évig tanulják azt a gyógymódot, körülbelül egy olyan 17 ezer gyógynövényt tanulnak, abból persze nem használnak mindent, olyan 1200-1500-at használnak. De ez a mi tudásunkra is jellemző, hogy sokkal több gyógynövényt használunk, vagy tanulunk, meg ismerünk meg, de a mindennapos használat azért az jóval kevesebb. Mondom, ez a tapasztalat útján, és most már a mostani vizsgálatok beigazolják ezeket a dolgokat, és ezek a több ezer éves, ami a sumér agyak táblákon már ott voltak az írásos, igen ott onnan az egyik írásos emlék innen ered, az agyak táblákról, az Ebers papírusz, amit ott is 13 papír tekercsen csak gyógyászatról volt szó. A már említett India, ott a Charaka Samhita, meg a Susruta Samhita, az is egy védáknak az összefüggő könyve, összegyűjtött könyve, Ajurvéda, az az élettudománya, tehát ott is már összeírták
ezeket a régen megtapasztalt dolgokat, tehát ezek állnak a rendelkezésünkre, de Kínában is ugyanígy, vagy Japánban a régi tapasztalatok le vannak írva, tehát írásos emlékeink vannak, és akkor ezeket próbáljuk megfejteni és feldolgozni. Hát érdekes dolog, hogy a gyógyító hatás az miként érvényesül, tehát hogyan hat egyébként arra a személyre, aki a gyógynövényhez folyamodik. Hát gondolok itt arra, hogy a kínaiak történetéhez az tartozik, hogy műtéteknél használták, és főzeteknek nevezték. Tehát ott főzetként hasznosult. És milyen megoldás lehetett még abban az időszakban, ami nem főzetként jelent meg? Tehát hogyan hasznosult? Tulajdonképpen Galénusz, az ókori, őről azt mondják, hogy görög-római orvos, ókori görög-római orvos, ókori Rómában született, de tanulni elment Görögországba. Ugye az ókori római birodalom, meg a görög birodalomról azt érdemes tudni, hogy a rómaiak inkább a bölcsészet, az etika, a hadipar, tehát ott a törvények, ugye római jogot tanulnak a jogászok a mai napig, tehát ott abba voltak nagyon erősek. A természettudományban nem. A természettudomány az ókori görögökhöz kapcsolódik. És ezért Galénusz is, aki a római birodalomban született, utána átment tanulni Görögországba, és ott megtanulta a természettudományt, meg az orvostudományt, és akkor visszament a római birodalomba, de ez nagyon érdekes a két ókori állam között, hogy a természettudomány az a görögökhöz, és nagy görög orvosok voltak, akik kifejlesztették ezeket a dolgokat. Na most Galénuszról nevezték el tulajdonképpen mai napig is az úgynevezett galénuszi termékeket, vagy készítményeket, amik lehetnek szirupok, folyadékok, köhögés elleni dolgok, kenőcsök, flasztromok, tehát bármi ilyen, ahogy ő fölhasználta a gyógynövényeket, azok a különböző formátumban, azokat hívjuk a mai napig is galénuszi készítményeknek. Egyébként a rómaiakról szóló írások, azok egyértelműen a gyógynövényeknek a gyűjtését és a termesztését helyezték a középpontban. Tehát én olvastam ilyen írományokat, és valóban ez alátámasztja azt, hogy nem az erősségük volt, hanem ugye az, hogy gyűjtjük, meg felhasználjuk, ez már azt jelenti, hogy az a gyógynövény megvolt, az ismerté vált valahol. Tehát ők praktikusan a gyakorlatban alkalmazták. Nem felfedezték, meg kitalálták. Uh-huh. Tehát ez a különbség, ez megvolt valóban. Hát ugye azt mondja egy ilyen ősi közmondás talán ez, hogy fűben, fában orvosság. Mennyiben állja meg ez a helyét manapság? Hogy néz ki ez a dolog? Hát ugyanígy, tehát fűben, fában orvosság, tehát tényleg. Tehát milyen tényleg kapcsolata van inkább, akkor úgy pontosítom, a gyógyszergyártásnak és a gyógynövényekben fellelhető hatóanyagoknak. Tehát hogy milyen kölcsönhatásban vannak? Azért elég sok gyógynövényt felhasznál a gyógyszeripar. Sokféle módon. Fölhasználhatja úgy, hogy magát a teljes gyógynövényt, és abból csinál egy növényi készítményt. Felhasználja úgy, hogy a növényből kivonatot csinál, valamilyen extraktumot, akár folyadék halmazállapot, akár egy száraz kivonatot, és azt használja föl, abból csinál egy gyógyszerkészítményt. Felhasználhatja úgy, hogy az egész növényt, ez már a mostani mai tudományos vizsgálatokon múlik, azt szeretnék megmondani, hogy a növényben mi az a fő hatóanyag, ami a leginkább hatásos, és ami a leginkább hozzájárul ahhoz, hogy azt a terápiás hatást kiváltsa a növény, és akkor ezt a hatóanyagot vonják ki a növényből, és magát ezt a hatóanyagot formulálják, és ebből csinálnak valamilyen gyógyszer, kapszulát, tablettát, kenőcsöt, külsőleges vagy belsőleges gyógyszert, folyadékot, szilárd, teljesen mindegy,
bármilyet, amilyen a terápiához kell. Tehát nagyon sok lehetőség van, illetve van olyan lehetőség, ami a leggyakoribb, tudjuk azt, hogy milyen összetevőkből áll az a gyógynövény, vagy mondjuk egy olyan példát, azt mindenki ismeri, ugye a C-vitamin, a Szent Györgyi Albert kivonta a C-vitamint a paprikából. Hát nyilvánvaló, hogy ma már nem a paprikából vonjuk ki a C-vitamint, mert a világon nincs annyi paprika, csak amennyit Budapest lakosai megesznek, amennyi C-vitamin. Tehát ez már nem járható út, hanem megismertük a C-vitamint, tudjuk a kémiai, a képletét, mindent, de most ma már szintetikus úton állítjuk elő a C-vitamint, és szinte az összes vitamint. Meg nagyon sok növényi hatóanyagot is, mert hogy nem tudunk termeszteni a világon annyi növényt, abból az egy bizonyos növényből, amennyi gyógyszert felhasználnánk. Vagy a fájdalomcsillapító, a kalmopirén. Hát az is növényi eredetű, szalicilsav. Az a szalix alba, a fűzfának a kérgéből, azt régen azt használták, ma is a természeti népek azt használják. Én voltam Afrikában, ott egy benszülöttet megkértem, kimentünk, ez Gambiában volt, kimentünk az őserdőbe, és nekem sorra mutatta, hogy melyik fa, melyik bokor, mire jó, és mire használják, és ők még azt használják. Sokkal olcsóbb, ingyen van, a gyógyszer az borzasztó drága, nem is jut el hozzájuk, abban az országban nincsen, de ő tudja. Ha láza volt, kimentek, és tudta, hogy egy malária ellen akkor melyik növényhez nyúljon, és mutatta nekem. Tehát ez ma is működik, ugyanaz, ami ezelőtt 4000 évvel, mert rá vannak kényszerülve, mert nem jut gyógyszerhez. Hát én hallottam olyan véleményt, hogy a helyszínen eredményesebben lehet gyógyítani egy ott keletkezett megbetegedést, mint hogyha valaki vissza úti patikába bármilyen Európában készült gyógyszert is. Azt szeretném kérdezni, hogy a kamilláról mit kell tudni ahhoz, hogy azt jól, okosan használjuk fel? Ugye valószínűleg a legismertebb ilyen gyógynövények közé tartozik. Tényleg a kamilla, ugye? Hogyha azt mondjuk, hogy mondj egy gyógynövényt, azt mindenki biztos, tudja, ugye? Hogy mindenki a kamillát fogja, vagy nagy százalékban a kamillát fogják legelőször megemlíteni. Igen, ami nem is baj, mert tényleg a kamilla az egy olyan általános gyógynövény, amit én nem szeretem azt a szót, hogy mindenre, mert azért ez olyan nagyon becsapós, és ez nem is igaz, de valahol a kamilla, tehát nagyon sok mindenre lehet használni. Tehát nem semmiféle bajt nem követel el az, aki azt mondja, hogy ő minden nap használja a kamillát. Ő kamilla teát iszik, és nem az élvezeti teákat, igen, nem zöld teát, vagy fekete teát. Semmi gond ezzel, mert nagyon jó, nagyon egészséges, tehát igyon kamillát. Tehát a növényeknek van egy olyan tulajdonsága is, de azért ezt sem szabad általánosítani, nem szabad minden gyógynövényre azt mondani, de általában, hogy lehet használni folyamatosan. Lehet folyamatosan használni, nem, aztán van, amelyiket csak kúraszerűen, van, amelyiket meg csak akkor, amikor arra a kifejezett betegségre, mert felesleges, hogy máskor is használjuk, mert nincs értelme. De például a kamilla olyan, amit nyugodtan használhatunk, és nyugodtan alkalmazhatunk mindig. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogyasztjuk a gyógynövény készítményeket? Ugye itt szóba került, hogy a kamilla az lehet folyamatos fogyasztás körébe sorolható. Tehát mi módon szerezhet egy vásárló, egy páciens információt arról, hogy azt a bizonyos gyógynövényt vagy a kivonatot, hogy hogyan fogyassza? Tehát szakaszosan, időszakosan, kihagyással, alkalomszerűen, vagy éppen folyamatosan. Tehát ez az információ honnan származik, honnan lehetséges hozzájutni? Hát jó esetben rá kell legyen írva a csomagolásra, a dobozra, vagy a gyógynövénynek a csomagolására, hogy kell azt fogyasztani, de ha bármiféle kétség van, vagy kérdés, akkor nyugodtan gyógyszertárba menjenek be, és a gyógyszerészt kérdezzék meg.
hogy ne legyen probléma ezzel. Tehát akkor egyrészt a csomagolóanyagon feltüntetett szöveget érdemes elolvasni. És úgy, mint a gyógyszerek. Gyógyszerészt vagy asszisztens kérdezzen, vagy mind a kettőt lehet? Mind a kettőt lehet, mert az asszisztensek is tanulnak gyógynövényismeretet. Kedves úr, itt ez a végszó, mert véget ért a műsorunk. Én megköszönöm dr. Szarvasár Judit gyógyszerésznek, Patika magazin főszerkesztőjének, hogy itt volt, hogy eljött, és segített ezt a bonyolult problémát értelmezni. Nagyon köszönöm a lehetőséget. A nézőknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. A műsorainkat visszanézhetik a Fix Televízió hivatalos honlapján, www.fixhd.tv oldalon és a YouTube-on is. Nézzenek bennünket csütörtökön 21 óra 5-kor, ismét jelentkezünk, viszontlátásra!